Üdvözlök mindenkit! A mostani oktató videóban az egész számok összeadásáról és kivonásáról lesz szó. Az elején ismétlésként nézzünk azért át egy pár fogalmat. Az egész számok halmaza úgy alakul ki, hogy már alsótagozatban is megismertünk nagyon sok ilyen számot, de ezek a számok valamilyen módon kevésnek bizonyulnak. Tehát a természetes számok halmaza bővítése szorul, ugyanis nem tudjuk értelmezni a hétköznapi életben előforduló adóságot, némelyik hőmérsékletet, a tengerszint alatti mélységet, illetve az időszámítás során mondjuk az időszámításunk előtti értékeket. A területes számokhoz, ha hozzávesszük a negatív számokat, akkor megkapjuk ezeket az egész számok halmazát, és így már kiegészíthetjük és tudjuk értelmezni az adóságot, a hőmérsékletet, illetve a másik két mennyiséget is. A dia alján megtaláltuk az egész számok halmaza, hogy hogyan lehet elképzelni, és milyen számokból áll. A jel a nagy Z. A matematikai hajlandóságú diákok részére el lehet úgy is képzelni az egész számok halmazát, hogy itt most már nem csak az összeadás és a szorzás végezhető el, mint a termítes számok halmazán művelet. Ez azt jelenti, hogy ha két termítes számot összeadunk vagy megszorzunk, még szintén termítes szám marad, hanem már a kivonás is, tehát itt már értelmezhető az, hogy 5-ből kivonunk 7-et, akkor az mínusz 2 lesz, és benne maradunk ebbe az egész számok halmazába. Két fogalom kapcsolódik még az ismétlésünkhöz. Az egyik az ellentett szám. Egy szám ellentetje az a szám, amellyel összeadva nullát kapunk, így a 2 ellentetje lesz a mínusz 2. Ez a matematikai értelemben megfogalmazott szabály, de szójában gondolhatjuk úgy is, hogy a természetes számokból, a pozitív számokból úgy szeretnénk megkapni a negatív számokat, hogy valahogy kapcsolódjon hozzá. Tehát kettő jelenthetni azt a pozitív értéket, a mínusz kettő pedig ennek az ellentetjét, vagy hiányát, vagy az ellenkező értékét. A másik fogalom az abszolút érték, ami a szám nagyságát fejezi ki. Szoktam azt mondani a diákomnak, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy milyen távol van a nullától, mindegy, hogy jobb vagy balra, tehát a nullától való távolság jelentheti azt az abszolút értéket. Ha a matematika nyelvén akarjuk megfogalmazni, akkor itt a ábrá lehet látni, hogy x abszolút érték, tehát jele két ilyen függőleges vonal. hogyha nullánál nagyobb a szám, tehát pozitív, akkor önmag lesz, ha nulla, akkor az abszolút értéke is nulla, ha viszont kisebb, mint nulla, tehát negatív szám, abszolút értéke a szám ellentetje lesz, tehát ilyen esetben az abszolút érték az vagy nulla, vagy pozitív értékű lehet. És akkor térjünk rá az összeadás kivonásra. Ehhez nagyon nagy segítségünkre van a készpénz modell, ami azt jelenti, hogy ha valakinek készpénze van, azt ki tudjuk fejezni egy pozitív értékkel, ha valakinek adósága van, akkor pedig ki tudjuk fejezni egy negatív számmal. A szabályok ennél a modellnél a következők. Tehát a pozitív szám jelenti a készpénzt, a negatív szám jelenti az adóságot, és a műveletek közül az összeadás jelenti azt, hogy valaki kap, tehát valamilyen módon megszerez még akár készpénzt, akár adóságot. A kivonás pedig jelenti, hogy valakitől elvesznek, vagy készpénzt, vagy adóságot, akár lehet, hogy adóságot átvállalnak tőle. Ezzel a modellel tudjuk értelmezni az összeadást és a kivonást. Nézzünk erre egy példát. Például legyen a következő, hogy plusz 6-hoz adjunk hozzá -5-öt. Ez azt jelenti a mi modellünk alapján, hogy valakinek van 6 forint készpénze, és kap még 5 forint adóságot. Az alsó tagozatban jól ismert korongokkal, illetve négyzetekkel, akkor itt jelentse akkor a 6 euró készpénzt, illetve a mínusz 5, a 5 euró adóságot, akkor a piros körrel jelöljük az eurókat, a készpénzt, tehát van nekünk ebből 6 darab, a kék négyzettel pedig az 1 euró adóságot, ebből pedig van nekünk 5 darab. Ha most ebben az esetben az adóságokat kifizetjük a készpénzünkkel, akkor ugye 1 eurót, vagy ki tudunk fizetni 1 euró adóságot, illetve ahány adóságunk van, ebben az esetben ki tudjuk fizetni mindegyiket, és a végén marad 1 eurónk, tehát ennek az összeadásnak az eredménye plusz 1, mert a készpénzadóság modellünkkel 1 eurónk maradt. Ha ezt a módszert alkalmazzuk az összeadás és a kivonásnál, akkor három eset lehetséges, vagy marad valahány eurónk, és ki tudjuk fizetni az összes adóságunkat, vagy marad valahány adóságunk, nyilván akkor, hogyha több adóságunk volt, mint készpénzünk, és az is előfordulhat, hogy ugyanannyi készpénzünk volt, mint adóságunk, ebben az esetben mindegyiket kifizetünk, de nem lesz készpénzünk, tehát ilyenkor a műveletünk eredménye nulla lesz. Nézzünk egy másik példát, plusz 5-ből vonjunk ki mínusz 2-t. Ez azért érdekes, ugyanis ha az előző modellt alkalmazzuk, akkor van 5 euró készpénzünk, és abból elvesznek tőlünk 2 euró adósságot. Csak felvetődik a kérdés, hogy hogyan tudnak elvenni tőlünk adóságot, hogyha 5 euró készpénzünk van. Ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy az 5 euró, ez a vagyonunkat fejezi ki, tehát 5 euró a vagyonunk, ami készpénzből, és adósságból áll. Ezt el tudjuk képzelni nagyon sokféleképpen, például lehet úgy, hogy 10 euró készpénzünk van, és mondjuk 5 euró adóságunk, ez összességében 5 euró, eurós vagyont jelent. Képzeljük el akkor a következőt, van 8 euró készpénzünk, és 3 euró adóságunk. Ha ezt most összességében nézzük, akkor 5 euró a vagyonunk, és ebből már el tudnak venni, át tud vállalni valaki tőlünk 2 euró adóságot ezt tegye is meg, és maradt 8 euró készpénzünk, és 1 euró adóságunk. Az előzőekhez hasonlóan ezt az 1 euró adóságot kifizetjük, és így maradt 7 euró készpénzünk, ami ennek a kivonásnak a megoldását adja. Tehát ebben az esetben vannak olyan esetek, amikor egy picit logikáznunk kell, hogy ezt a készpénzadóságmodellt tudjuk alkalmazni. Másik módszer, ami talán célra vezetőbb, főleg egy idő után, amikor már megértettük az összeadás kivonás lényegét, hogy a jeleket megpróbáljuk valahogy összevonni. Nézzünk erre is egy példát. A plusz 6-hoz adjuk hozzá a mínusz 5 -t. Egy táblázatba rendeztem, hogy hogyan lehet ezeket a jeleket összevonni, de azért a készpénzadóság modellt még nem felejtjük el. Ha a műveleti jelünk plusz, tehát összeadás, az előjel plusz, vagyis amit hozzáadunk, az egy pozitív szám, akkor az összevont alakja is plusz. Ez azt jelenti, hogy ha kapunk készpénzt, akkor növekszik a vagyonunk. A második sorban, hogyha kapunk adóságot, akkor csökken a vagyonunk. A harmadik sorban, hogyha elvesznek tőlünk készpénzt, akkor szintén csökken a vagyonunk. Az utolsó sorban van a legérdekesebb, hogyha elvesznek tőlünk adóságot, akkor elvileg effektíven növekszik a vagyonunk. Hát ebben a példában akkor az összeadunk egy negatív számot, vagyis hozzáadunk egy negatív számot, a műveleti jel plusz, az előjel mínusz, tehát az összevont alakja mínusz, az a két jelet tudjuk helyettesíteni egyetlen összevont jellel, mégpedig azzal, hogy csökkenni fog ennek az értéke. Ha azt leszeretnénk írni, akkor valahogy így lehet. Plusz 6-ból kivonunk 5 és ezt már könnyű elképzelni, hogy ilyenkor plusz egy lesz a megoldásunk. Az összevont alakot számegyenesen is tudjuk ábrázolni. Ez a plusz 6-ból, itt direkt hagytam meg, hogy ezek a zárójelek itt nem műveleti ö, sorrendet meghatározó zárójelek, csak hogy a jobban lehessen látni, hogy ez a plusz jel, ez a számnak az előjele. Tehát akkor a 6-ból, ha kivonunk 5 hogyan kapjuk ezt a plusz 1-et? Ezt nyilakkal érdemes lerajzolni, pedig a nulláról indulunk, és először plusz 6, tehát 6 felé megyünk a plusz 6-hoz. A következő részben ebből kivonunk 5 tehát csökkentjük az értékét 5 akkor a másik irányba húzunk szintén egy nyilat, ami 5 egység hosszú, és ahová érkezünk, ez lesz a műveletünk megoldása, hát ebben az esetben pont a plusz 1-hez. Ez a nyíl diagram, a számegyenesen való ábrázolás, nagyon sokat segít az ilyen összeadás kivonásoknál, főleg akkor, hogyha nem ilyen tíznél kisebb számok vannak, hanem ennél nagyobbak. Nézzünk akkor egy pár ilyen nagyobb számmal való műveletet. Például a következő mínusz 56-ból vonjunk ki plusz 32-t. Az előző táblázat alapján megállapítjuk az előjelet, tehát mínusz plusz, ha elvesznek tőlünk készpénzt, akkor csökken a vagyonunk, tehát összevonjuk a két jelet, és kapjuk ezt a két jelet is kapjuk, hogy csökken a vagyonunk. Minusz 56-ból 32, akkor mínusz 88 lett a kivonásunk eredménye. Tehát bekarikázva a két jelet és a távolat alapján összevonjuk, kapjuk, hogy csökken az értéke, hogyha ezt számegyenesen próbáljuk ábrázolni, most csak a fontosabb számokat jelöltük be. De az első érték a mínusz 56, nulláról indulva, mínusz 56, balra aladunk 56 egységet, majd ezt csökkentjük 32-vel, tehát tovább csökkentve az értéket 32-vel, a 88-hoz, a mínusz 88-hoz jutunk. És most kétfajta ilyen nyíl ábrát kaptunk, egyrészt az előbb, amikor a nyilak egymásba voltak úgymond skatujázva, illetve ebben a példában akkor egymás után következnek. Ezt meg lehet úgy határozni, hogyha a nyilak egymás után jönnek, akkor a számok abszolút értéke, a nagysága összeadódik, ha pedig egymásba vannak skatujázva, akkor az abszolút értékük kivonódik. Ez nagy-nagy segítséget jelent az ilyen számok összeadásánál. Ha többi művelet van összeadás, illetve kivonásnál, például nézzünk egy ilyen művelet sort, akkor lehet alkalmazni az előzőekben tanultakat, hogy a két jelet, amik egymás mellett vannak, műveleti és előjeleket összevonjuk, és a végén balról jobbra haladva elvégezzük a műveleteket. Tehát először összevonjuk a jeleket, ha megnézzük plusz-plusz, amit azt jelenti, hogy kap valaki készpénzt, akkor növeli az értéket, vagy ezt célszerű úgy is megegyezni, hogy ha azonosak a jelek, akkor mindig plusz lesz, növekszik. Tehát ezt lehet úgy is elképzelni, hogy ők barátok, jók jönnek egymással, mert hiszen azonosak, ezért mindig plusz lesz, ha pedig különbözőek, rosszul jönnek ki egymással, nem barátok, mindig csökken az eredmény. Tehát második esetben különbözőek, tehát mínusz lesz. Harmadik esetben azonosak, mert mind a kettő mínusz akkor növelni fogja az értékét. És ilyenkor balról jobbra haladva elvégezzük a műveleteket, és megkapjuk majd ennek a műveletsornak a, a megoldását. Ha ezt nyilakkal nézzük meg, akkor ugye nulláról indul először, hogy mínusz kettőhöz kell érni, utána növeljük 6-tal, majd csökkentjük 5 majd ismét növeljük, de már csak hárommal, és ahová elérkezünk a plusz kettő, ez lesz a művelet sornak a megoldása. Másik lehetőség, ami valamelyik részben hasonlít az előzőhez, először összevonjuk a jeleket, de utána megcsinálhatjuk azt is, hogy azokat a részeket, amik növelik ennek a művelet sornak az értékét, külön adjuk össze, amelyik csökkentik azokat szintén külön adjuk össze, és a végén végezzük el azt a kivonást, ami megmaradt. Tehát növeli a 6 és a 3, az összesen 9, csökkenti a 2 és az 5, az összesen 7, és végül a két értéket, hogyha összesítjük, akkor 9-ből 7 szintén megkapjuk azt a kettőt, ami az előbb is kiért. És végül egy pár online alkalmazást szeretnék bemutatni. Az első ilyen a Pók csata nevű alkalmazás, aminek az a lényeg, hogy szintén egy online játék, tehát ha regisztrálunk hozzá, akkor másokkal tudunk online módon játszani. Ha véletlenül nincs akkor éppen más játékos, akkor a kompjúter veszi át a másik játékos szerepét. Ilyenkor, ha valaki gondolja, akkor érdemes várni egy kicsit, és akkor itt a kompjúter 2-3-4 helyett már más nevek lesznek. Hát most kezdjük el a játékot háromtól visszaszámol, és utána egy pókhálót látunk, ahol megjelennek különböző egész számok, és középen pedig megjelenik egy, egy, szám, és úgy kell a számokra kattint, hogy azoknak a, az összege a középen megjelenő számok, ö, számot adja. Akkor ebben az esetben a mi pókunk fogja elkapni ezt a, Két számot vagy a két számnak megfelelő legyet. És így lehet folytatni egész addig, amíg vége nincs a játéknak, és a végén meg lehet nézni, hogy ki a kinek a pókja kapott el több ilyen legyet, vagy ilyen több légynek megfelelő számokat tudott összerakni úgy, hogy a középen lévő számot kapja. következő online alkalmazás egy űrhajós játék, ami szintén hasonlóan működik az előzőhöz, tehát egy online játék, ahol mi megadhatjuk a nevünket, tehát a várhatunk más felhasználókra is. Most ismét elkezdjük anélkül, hogy mások is csatlakoznának hozzá. Itt alul jelenik meg a kérdés, hogy ennek a megoldását kell kitalálnunk, négy lehetőség közül kell választani, hogy ha jól tippelünk, akkor gyorsabban fog haladni a mi űrhajunk. Egy párat azért beírunk. Ha rosszul tippelünk, akkor lassabban fog haladni az űrhajunk, és a végén ki is írja, hogy melyek azok a műveleteket, amik, amiket elrontottunk. És hogyha véget ér a kör, akkor kírja a rangsort, hogy ki nyerte meg ezt a versenyt. És a harmadik ilyen online alkalmazás az előjelő számok összeadására vonatkozik. Két lehetőség közül választhatunk vagy a gyakorlás, vagy a feladatot. Akkor kezdjük először a gyakorlással. Rákattintunk az Indít gombra. Itt, ha rákattintunk, akkor választhatunk a művelet és az előjelek közül. És amikor az utolsó élet is beírtuk, akkor a gép kiszámolja nekünk a megoldást. Ezt érdemes úgy, hogy először kitalálni egy ilyen műveletsort, vagy amikor megadja a számokat, beírni a jeleket, kiszámolni, és utána ezzel ellenőrizni. Összefoglalva, ebben a videóban az egész számokról volt szó, az elején egy pici áttekintés és ismétlésként, hogy mik azok az egész számok, és utána pedig az összeadás és a kivonásról, még pedig megnéztünk egy modellt, a készpénz adóság modellt, amellyel ezeket a műveleteket könnyedén el tudjuk képzelni illetve utána a jelek összevonása következett, amivel viszont sokkal egyszerűbbé és gyorsabbá válnak ezek a műveletek.